Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás november 25-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, és most megnézzük ezt ennél a jóslásnál. Ez a kép arra utal, hogy megvan nála az élet öröm, és szeretne köszönetet mondani valamiért. De lehet az is, hogy ő tett valami jót, és elvárja azt, hogy ti mondjatok köszönetet neki. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Itt a lepkék utalnak a könnyűségre, kicsit a szórakozásra is, de a legszívesebben átölelne most benneteket. Hogy ezt közli vagy sem, azt mutatja a harmadik kártya. Közeledni fog hozzátok, de ez lesz egy ilyen kalandos élmény. Nem fog arról beszélni, hogy ő ezt a könnyűséget érzi, hogy ő át akar ölelni téged, vagy köszönetet mondani valamiért, de ne sértődjetek meg. Hagyjátok, hogy így legyenek az események, és legyetek biztosak a ti dolgaitokba. A negyedik kártya mutatja a nap energiáját. Ez egy lelki üzenet. Egy fontos üzenet közeledik hozzád. Figyelj oda, mert itt az égi hatalom is játszik egy szerepet, megérint téged. És ez volt a lelki üzenet, és ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!